Van március 20-án a Boldogság világnapja. Ugyanúgy, mint minden világnapot, az ENSZ közgyűlése határozta meg 2012-ben, és azóta minden évben tartják a Boldogság világnapját, felhívva a figyelmet az emberek jólétére és boldogságára. Mi a Bagdi Bella és professzor Bagdi Emőke Boldogság programhoz csatlakozva a Boldogság világnapja alkalmából egy nagyon színes, élménydús flashmobbal készültünk, szívet formázva a Dürer iskola udvarán. Minden évben elkészíti az ELTE intézete a Boldogság térképet, és a világon 2012-ben, ha jól emlékszem, akkor a 116. helyen volt Magyarország. Ettől az évtől kezdve már egyre jobb helyen foglaljuk el a magunkat, viszont még mindig azt gondolom, hogy napjainkban is, nem csak a mai napon, hanem minden nap szükségünk van arra, hogy apró örömöket találjunk, és a boldogságot minél könnyebben elérjük. A pozitív pszichológia olyan megközelítésben nézi ezt, hogy a boldogságot nem kívülről kell kerestünk, hanem elsősorban önmagunkban, belülről kell elindulni a boldogság útján. Nagyon sok összetevője van, úgy, ahogy említetted, az egészség, az egzisztencia, mind-mind része annak, hogy a teljes boldogságot elérjük. Hiszen már az ókorban Arisztotelész is azt mondta, hogy az élet célja és értelme a boldogság elérése. És mi itt az iskolában a Boldogság órá programhoz csatlakozva 2020 óta, amióta boldog iskola vagyunk, illetve a tavalyi évben az Örökös Boldog Iskola címet is elnyertük, arra törekszünk, hogy tanulóinknak megadjuk azt az eszköztárt, amivel ők is a mindennapi életben a boldogsághoz minél könnyebben hozzájuthatnak.